Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe Kidurran az ingatlan lufi első jel. Ugye mellettem kettő könyvem van, négyet írtam, viszont ezzel a kettővel be tudsz jönni majd a május 28-ai ingatlan felújítás buktatói című előadásomra Győrbe, úgyhogy várlak szeretettel, bármilyen könyvet felmutatod, és akkor már jöhetsz is be. Ugye az első jel tulajdonképpen már megvolt, hogy ugye a babaváró hitelnek visszavágták egy picit a kamatát. Igaz, hogy azt mondták, hogy ez a bank majd átvállalja, meg benyeli, de hát mutasd meg nekem azt a bankot, ami valamilyen utóbb módon előbb-utóbb szépen óvatosan nem hárítja át ugye a fogyasztóra ezeket a lehetőséget, hogy te is fizessél, és beszállj a bank nehéz sanyarú sorsába, és segíts rajta, úgyhogy itt sem lesz szerintem másként, ez az én véleményem, de az eddigi példák is mindig azt mutatták, hogy előbb-utóbb valamit mindig kitaláltak, amivel egy plusz költséget oda tudtak hárítani a lakosságra. Lehet, hogy nem pont úgy hívták, mert az mondjuk visszavágták a kamatok felét, tehát mondjuk 1%-ot a kettőből, akkor tulajdonképpen látod, hogy ez még nem a tiédé, de hát őnekik ez ugye azért volumenben elég nagy pénz, tehát ők meg fogják találni a módot, hogy valamilyen, hát valamit kitalálnak, amitől nem fogsz jobban járni, maradjunk ennyiben. Jó, tehát úgy gondolom, hogy ez az egyik első jel, hogy ez szépen, apránként, én úgy gondolom egyébként, hogy nagyon okosan, nagyon lassan fogják csinálni, amennyire lehet, hogy itt szépen ezeket a kedvezményeket nagyon apránként visszavágja, utána azt mondja persze, hogy a bankra hálítja, vagy valaki másra, de előbb-utóbb a lakosság sem fogja megúszni szerintem, úgy, ahogy szerintem mi sem. Úgyhogy azt mondom neked, hogy az első jel tulajdonképpen már megvan. Lehet, hogy tényleg most sok ember úgy érzi, hogy hú, hát ez még engem nem érint, meg nem, de ez egy jel, jó? Tehát legyünk annyira okosak és előre látok, hogy itt az első jel ez tulajdonképpen megindult. Én ezt meséltem erről régen is, hogy előbb-utóbb ezzel fogják kezdeni, az, hogy most kire meg mit hárítanak egy dolog, de tulajdonképpen ez a folyamat már elindult, úgyhogy szeretném, hogyha ezt te is egy picit így tisztában látnád, hogy ezekből a jelekből, ezeket a jeleket kell neked is látni, mert onnan látod a piacot, hogy vajon merre felé mehet, onnan látod azt is, hogy esetleg a csúcs körül lehetünk, és hogy lehet, hogy most már 3 hónapos felújítást sem vállalhatsz be, legalábbis most már ezt tanítom én is, hanem max. Egy hónapon belül megveszed, kozmetika és már adod tovább, mert nem biztos, hogy most ebben a helyzetben van 3 hónapod. Én azt szoktam javasolni egyébként mindenkinek most jelenleg, hogyha valakinek nem tiszta a piac, hogy nyár lesz, úgyis megyünk nyaralni, én úgy gondolom, hogy szeptember körül már nagyon-nagyon sok mindent sokkal tisztában fogunk látni. Ugye látjuk majd a hiányt, meg még nagyon sok mindent, hogy mi minden drágulhat még. Ha nem ég a ház, hogy most vegyél ingatlant, inkább akkor most adj el, és én úgy gondolom, hogy őszig biztos tudsz várni, tényleg csak azért, hogy ne rám hallgass, hanem hallgass arra, amit viszont akkor már szerintem nagyon sok jel egyértelmű lesz, és akkor úgy gondolom, hogy az viszont segíthet neked, hogy akkor tényleg merre mehet a piac. Úgyhogy legalábbis május 28-án várlak Győrben az ingatlan felújítás buktatói című előadásomon, legyél ott, vagy a második, vagy a harmadik könyvemet kell felmutatni a bejáratnál, úgyhogy gyere, szia!